veszendő utolsó bajnokiát vívja a Nyíregyháza a Spartacus, ami a kezdő csapatot illeti. Jova Forró, Fodor Rubus, Farkas Polényi, Végső Kártik, Rezes, Kovács Norbert és Dragóner Kovács Norbert először játszhat a Spari felnőtt csapatában tét meccset. A mosomagyaróváriaknál Somogyi, Forgács, Zsirai, Eszlágyi, Darázs, jelen a Winkler, Vágó, Kovács, Kozma és Szabó, Tóth András a vezetőedző, míg a Nyíregyházát Lengyel Roland irányítja. Közben jön egy veszélyes beadás. Kellett, Farkas hozzáérjen a labdához. Polényi. A lövés alig fölé. Végső előd volt az. Polényivel. Most fejeli tovább. Ez még jó lehet. Dragóner fordul-e. Nagy helyzet. És szöglet lesz. Ez nagy gólszerzési lehetőség volt. Ez pedig egy veszélyes beadás, és Jovának kell hatalmasat védenie. Rezes László lövi, nem rossz. Elmegy a kapu mellett. Polényi. Ez meg fölé. Rezes fejelte tovább. Kovács. Remek labda Dragonernek. Dragoner lőhet. Jó helyzet. Gól! Megvan a vezetés a 29. percben. Dragoner Filip. Hát Ronaldós módra ünnepelte a gólját. Ami nekünk jobban tetszett, mint Ronaldo találatai. Kozma. Jó, ügyes tiki-taka, és kié lesz a labda, valaki rúgja el onnan. Forró volt az a valaki. Szépen merre vette, és Dragoner indulna. Nincs is les. Dragoner onnan lőtte majdnem a gólt, most egy híveléssel próbálkozik, elmegy a kapu mellett. És ebben a másodpercben véget is ér. Az első félidő Dragoner Filip góljával 1-0-ra a Spari vezet. Árnyalatnyira ott viszont egy fejes és jobban hatalmas védése rögtön a második félidő elején. Végső. Indul Dragoner. És jön is a labda végső előtt. Hajszál pontos, ott van Dragoner! És jött a kapus, aki elütötte Forgácsot is. Ezt látja. Mindó befelé. És jó a kiugratás. Kártik. Szépen állt egy két emberen Kártik. Ez pedig feltartás, de nincs büntető. Ott van Dragoner a jobb oldalon. Kovács Norbert megjátszható, így is jó. Rezes, most Kovács felé. Kovács helyzetben, nincs les, Kovács! 11-es! Nincs 11-es. És aztán Somogyi. Ez veszélyes. És ott a fejes fölé. 67. perc. Ott a fejes. Rezes bólintott. Dragoner mehet, Dragoner szépen át is veszi, Dragoner, és aztán az utolsó pillanatban szerelték. 76. perc, és ott a fejes kapufa, és aztán sikerül kivágni. Ott egy lövőhelyzet, ami aztán mellé pattan. Lakos. Lakos még, már a 16-oson belül, és ott volt egy lerántás. És ez jó, ott a helyzet, Tangellő fölé.
Bakos mehet a jobb oldalon, teljesen tisztán. Bakos, gyönyörű a csel, jó a labda is, és mehet Zitzerben Tangel László. Tangel, ott a lövés, oldalháló. Ez jó, ott a lövő helyzet. Bakos lövését blokkolták. A bedobás. És még jön egy beívelés, egy fejes, egy lövés, és hihetetlen. Forgács berúgta az utolsó pillanatban. 94. percben gólt lő Forgács.